nem sokkal a film előtt jöttél át Magyarországra. Igen. Hogy érintette a hír, amikor Kovács András fölkínálta ezt a szerepet? Hát hogy, tudod, úgy volt, hogy 77-ben érkeztem a Miskolcra, ottan az Ivanova című darabokban játszottam Ivanovot, és jött a hír, hogy kaptam a hírt levélben is, táviratban is, mindenben, hogy szeretne Kovács Andrással dolgozni, ez és ez is. Ez. Küldtek is már rögtön forgatókönyvet nekem, mindent a világban, és kellett utazak. Volt úgy, hogy este az előadás után már az a filmgyári taxis, az már vitt engem le oda, ahol forgattunk, és aztán onnan estére már jöttem vissza Ivanovot játszani. De nem is éreztem egyáltalán a fáradtságot, mert ez a film, amivel Kovács András engem megajándékozott egyik szerepével, főszereplével, az egész tartalma a filmnek, és az egész szerepeltetése a témának nagyon időtálló szerintem, és amíg világ-világ ez a téma alapos lesz, és mindig elnyeri a tetszését az embereknek, mert ez valóban egy nagyon igaz kapcsolódás, nem csak az akkori, hanem az olyan helyzetekhez, amit a történelem hozhat létre. Milyen emlékeid vannak a forgatásról? A forgatásról? Különböző emlékeim vannak, megmondom miért, és azért nevetek, mert ebben a filmben én nem akarom ezt lelőni a szerepleket. Lovagolni tudtál, hogy ilyen könnyű kérdést? Lovagolni egyáltalán nem tudtam, és az történt, hogy nekem, mivel mielőtt eljöttem 3 évi nehéz küszködés után Erdélyből, nem engedte ki addig, ott egy román filmben szerepet kaptam, ahol szintén lovagolni kellett. És én nem tudtam, hogy én nem tudok lovagolni, miért tudnék, mondtam magamban, nem, mint sportoló is, mint ember is, gondoltam, hogy mindent meg kell tanulni a színésznek, hogy minél jobban tudja a közönséget kiszolgálni. És egy remek tanítómesterem volt ott Bukarestben, mert egy magyar fiú tanítottam meg azokat, hogy hogyan kell felülni lóra, hogyan kell, milyen viáktat. Ő különben mestere volt annak is, hogy háztetőről legurult és talpra ment. Szóval sok minden, hogy Feri, megtanulsz. Nem ültél lóba, nem. Na, akkor gyere. Mentem. Aztán itt van egy nagyon szeli, ez a legszelidebb lóvunk, ezt mindenki így kezdi. Ez a legszelidebb lóvunk, ne félj semmitől, nem félek semmitől. Fel kell ülni, felültettek rá, fogtam én is, két ilyen kaszkadőr mellettem, és azt mondja, menjetek, sétáltuk itt végig a filmgyár, a román filmgyár mellett ott kint. És aztán gyertek vissza szépen, aztán majd egy kicsit galoppozunk is, meg csak nyugodtan, szépen, semmi volt. Addig itt van ez a piszta is, ezt is tedd el, mert meg kell tanulni, hogy forgasd az egészet, mert egy olyan szerep volt, amire én egy vadász vagyok a gyilkosokra, meg a tolvajokra Amerikában. És hát jó, mentünk szépen ottan, csak mentek a lovak, két kaszkadőr mellettem, de a kaszkadőr többi része nyár volt, meghúzódott egy fa alá, hogy ne legyenek a napon, és nagyon elkezdtek kacagni valamin ők ottan, és ez a két kaszkadőrök engem kísért, hogy menjek szépen rendesen, hirtelen oda bevágott a lovaknak, és oda ment ők, hogy ne maradjanak ki valamiből. Az én lovam is megugrott, de nem tudtam, amit kell csinálni, mert azt nem mondták, hogy térből szorítani, meg se, csak ezekkel sétál egyet. És elindult, vágtadott az én lovam is ott a buftiában a víz mellett, ők pedig elmentek arra. Én hol fel voltam, hol lent estem vissza a lóra, valahogy fogtam, stb. De az volt a pekjem, hogy egy béka kiugrott a tószélén, úgy megijedt a ló, hogy 45-ös, így, ő elment erre, és én tovább mentem arra. És 16 métert lemértük, 16 métert repültem a levegőbe. De hát úgy sikerült, sportoltam, és akkor még, hogy jól estem le, és rögtön odarúgva mindenki, a vezető, a rendező, mindenki az égvilágon, hogy nem történt valami bajom. És hát én mondtam, nem fáj semmi, nem fáj semmi, csak éppen így elkezdtek remegni a lábaim. Mondtam, hát ezt nem én akarom, ez így jön, valami ilyesmi történt. Na elég az hozzá, hogy aztán többet nem kellett lóra üljek,
de hanem nagyon-nagyon vadász remekül lőttem mindent az égvilágra, szóval kész. Jöttem Magyarországra, és lóvon kellett volna mennem. Sőt, még a Vörös grófnőben is, de az egy másik film volt. És mondtam, hogy te ne haragudjatok, én nem ülnék lóra, hogy ne okozzak itten problémákat. De azt mondta nekem ez a legjobb kaszkadőr vezetőnk, aki már sajnos nincs közöttünk, hogy Feri, gyere be ide ebbe a nagy terembe, itten csak a lovak ilyen fűrészsportban vannak, és ott lépdesnek, stb. Csak menjünk egy kört, velem gyere nyugodtan. Mondom, jó, kikötöm a lovat, stb. Te csak ülj szépen szőrén meg a lovat, jó? Mert ez nagyon fontos. A térdeddel fogd meg szépen, és semmit ne csinálj, csak gyere, mert én húzom a lovat, szóval én vigyázok a lóra. Mondom, jó, rendben van. És megyünk körbe-körbe, tényleg, megint körbe-körbe-körbe, de ott a helység mellett ilyen lyukak voltak, ott istálok voltak. És ahogy itt egyszer elmentem, bent két ló összeverekedett, és egy hatalmas ricsaj származott, az enyém is megugrott, és én vele a földre. Azt mondta nekem, a kaszkadőr vezetője Magyarországon kiváló kaszkadőr vezető volt, hogy pedig minden, abszolút megértelek, nem fogsz lovagolni. És akkor az történt a filmben, majd lesz egy humoros, egy olyan jelenet, amit mindig elmosolgunk rajta, de nem is várolom el. Jó? Jó, legyen ez meglepetés, de beszéljünk még a szerepekről. Igen, igen. Hogy emlékszel vissza a Bazsira, aki gyakorlatilag a méneskari tisztek vezetője? Igen, igen. Hát mi megmentettünk egy, az én vezéletemmel jött a csapat velem, és megmentettek civilbe, hazajöttünk Magyarországra, és hazahoztunk egy ménest, amit innen elvittek. És ottan elszállásolták a ménest, de egy olyan vezetőt kaptunk, akinek fogalma nem volt arról, hogy mi az, hogy ló és istáló is úgy egyáltalán. És hát mi láttuk ezt a dilettantizmus, de mi nem tudtunk ezen változtatni, mert ha akartunk volna, hát oda mondtam én egy párszor neki, hogy így nem lehet, uram, ezt, stb. Stb. De hát szegény madaras, ő játszotta ezt a szerepet, aki nagyon jó színész volt, igen, és jó barátok is voltunk mindnyájan ott együtt. Ezt a szerepet játszotta, hogy ő nem ért hozzá, de ő nem tudta, ő kiadta a rendeleteket, amik borzalmasak voltak a lovak számára, és egyáltalán valami elképesztő. Meg kutyát lövettek le, madarasra mondta, hogy ezeket a kutyákat le kell lőni majd, és a borzalmas dolgokat művelt, nem értett hozzá, ez volt a cél. Ezért mondtam, hogy ez egy örökké lehetőség lesz arra, hogy az emberek még gondolnak rá. És hogy is mondjam, hát a végén nem mondom el a filmnek a tartalmát, mert annak nincs helység, értem, a végét sem mondom el, csak egy nagyon-nagyon remek rendező, aki velünk együtt élt, és hogy is mondjam, Kovács Andris, jó, hogy itt van, de a szemébe is megmondtam már, és mindegyikünk nagyon hálát adott neki, mert egy remek rendező, nem sokat beszélt. És ha elkezdődött egy mondatot mondani, tudtuk, mi lesz a véges, mondtuk, hogy köszönjük szépen, mert úgy mondta el, hogy lehetett tudni a végét, valóban. És egy nagyon csendes, remek forgatási napokkal, ő nem szeret a hangoskodást, remek Koltai Sutyi szerepében, aki egy kiváló operatőr volt, ő is nagyon kedvesen, udvariasan bánt velünk, mi is velük, hát hiszen egy színész nem tehet semmit, a rendezőtől függ, hogy milyen lesz a dolog. Ő se tudna színész nélkül létezni, rendezni, de a rendező mindent meghatároz, és bizonyára az operatőrrel közösen megbeszélik a helyszínek miértjét, hogyanját, merre kihájon be, mert szívesen fogadott el Koltai Sutyitól minden tapasztalatot, és ő is fordítva aztán. Koltai aztán még sokáig Amerikába is forgatott. Nagyon jó volt vele dolgozni, úgyhogy öröm volt, amikor kaptam neki a másik szerepet, vagy a harmadikat is. És hát kár, hogy nincsen itt, de ő tudja, hogy én mit mondok, biztos. Mert, hogy is mondjam, a film más, mint a színház. Nagyon más a színész számára. A reagálások, a képbeállításokat nagyon jól kell érzékelni, meg, hogy mondjam, van, aki remek színházi színész, és nem olyan, van, aki nagyon jó filmszínész, de soha, én egy amerikaival is csináltam egy szerepet, egy darabba játszottunk,
és ő mondta, hogy a színházi színész, és kiváló nagyszerű színész, mindegy, és azt mondta, alig várja, hogy a színházhoz bejusson, hogy színházba, élőbe jársa. Mert az élő mindig más. Az a kontaktlencse a közönséggel páratlan. Azért vagyunk a közönségért a színházban is, és egyáltalán a filmen is, csak a filmen nem ilyen közvetlenben, hanem csak vetítve. Ezzel együtt azt akartam mondani, hogy egy nagyon szép pályafutásot kezdete ez a film, igen, mert hiszen csak Kovács Andrásnál is több filmben játszottál jelentős, igen, szerepeket a későbbiekben. Igen. Ugye a Vörös Gofnőben, októberi vasárnapot jelentette. Egyébként még valamit, később is ilyen harmonikusan tudtatok együtt dolgozni? Tökéletesen. Azt akartam mondani, hogy a színész számára milyen rendező a Kovács András? A színész számára jobbat nem kívánok senkinek. Annyira érthető a szándéka, annyira átgondolt, és jó felé vezeti a színész, lehet azt érezni, mert az ember érzi, hogy nem jó helyre vezetik esetleg, akkor megcsinálja, de érzi, hogy azért nem, mert itten jobb volna, élőszerűbb volna, hogyha ezt a gesztust csinálnám, vagy valami, de nem szólunk, csak esetleg, ha nagyon úgy érezzük, hogy nem tudtuk adni azt, ami van, és mondta, nem ismételhetjük meg úgy, de András benne, az is, jó, csináljátok, rendben, ezt vesszük, jó, és... Tehát szabadságot adunk. Igen, feltétlenül. Makkára is ilyen volt különben, akivel szintén dolgoztam, szóval sokat dolgoztam, igen, nagyon sokat. Ebben a teremben, zömében olyan hölgyek és urak ülnek, akik most fogják először látni ezt a filmet, igen, és azt hiszem, hogy felkeltetted az érdeklődést a filmet. Nem tudom, nem akartam többet mondani róla, inkább jobb megnézni a filmet, mint velem beszélgetni a filmről most. Minden esetre köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy eljöttek megnézni ezt a filmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.